Szép jó reggelt! Jó napot, jó estét, kinek mi jár, gyerekek! Ma egy nagyon egyszerű, saránylag gyors, de viszont nagyon ízlezes ételt szeretnék nektek megmutatni. Itt én előre már ugye bekevertem 2 nappal ezelőtt darált húst, be van fűszerezve. A hagyományos magyar fűszer, a hagyományos magyar kolbász és fűszer keverékek felhasználásával só, bors, kömény, fokhagyma. Ugye? És hát a megfelelő arányban. Na most én azt szoktam, és só, azt szoktam csinálni, hogy mielőtt ugye hát elkezdem a teljes kisütés, stb. Csinálok egy ilyen kis hamburger félét. Megkóstoljuk. Kolbász töltés előtt is szoktam egy ilyet csinálni. Még eddig mindig bejött. Jó. Na most. Pillanat. Na most, mivel hogy én egy ilyen, ahogy is mondjam, hasonló, mint a Stefánia Vagdart, tehát egy ilyen egybefasírtot. Inkább nevezzük annak, jó? Egybefasírtot szeretnék készíteni, egy kicsit olyan németesen. Ha gondoljátok, kövessétek. Tehát egy egész közepes fej hagymát, és még teszek bele. Szeretnék egy kicsit jobban domináljon a fokhagyma. Majd ebben az ételben. Tehát nem egészen olyan lesz, mint a Stefánia Vagdart, vagy ki minek hívja, hát egybefasírt. Meatloaf, stb. Akarom, hogy ilyen darabosan legyen benne egy kicsit a vörös hagyma, és majd amikor sül, annak a gyakorlatilag a gőzében fog ez megpuhulni. Nem pirítom meg előre. Így nyersen fogom belekeverni. A lényeg, hogy jó apró legyen. Ezt kihagyjuk. Még egyszer. A kép jó, ugye? Oké. Okay. És mi az, amit még én szeretnék ezt hozzátenni? Egy kis mustár. A németek beleteszik a mustármagot, de ők egybe teszik bele. Ugye? Nekem az nagyon íz lett, tehát ez le van darálva mustármag, egy olyan jó teáskanála, és koriander, tehát zellernek a magját, ami szintén ugye le van darálva. Ezt ők ugye egyben teszik bele, a koriandert, és egy nagyon pici kis cayenne peppert. Nézzük mennyi, hogy egybe van állva, de hát egy ilyen bogyónyit, ugye, valami íze is legyen. És igen, várjál csak, és 2 tojás mindössze ütünk rá. Semmi többet. Alright, pillanat. Friss petrezselyem zöld, az nincs itthon, viszont nekem van lefagyasztva. Hát egy ennyit gondolok beletenni. Oké. Okay. És egy evőkanálnyi extrába még egy piros paprikát gondoltam. És penkót, tehát kenyérmorzsit. Egy ennyi, ez mennyi, egy fél pohárnyi. Így. Ugye? Ha kell, még akkor van, de nem kell több, ez pont így elég is lesz. Jó, és akkor ezt így a tojással kicsit átdolgozom. És ráteszük a húst. És ezt is ugye beledolgozzuk. Teljesen
Jó, ez jó hideg. Elővehettem volna hamarabb is, igaz, gyerekek? Van itt nekem egy sütésből, ugye visszamaradt kevés ilyen zsír. Tudjátok, amikor megsütsz valamit, és feljön a tetejére, miután kihűlt. Ugye én ezt meg szoktam szévolni, vagyis hát spórolni ilyen esetekre, és ezzel egy kicsit ezt itt kikenem. De mennyire lehet a szélét is, de azt talán nem is muszáj volna, nem is volna muszáj, mert nem akarom, hogy hozzáér. Na most ebből én csinálok egy ilyen kenyérformát, gömbölyű kenyérformát. Ezt ide belehelyezzük. Oké, és akkor ennyi az egész. Hát, mit mondjak, egy olyan 180 Celsius fokon, ugye elkezdem sütni, lefedés és minden nélkül. Alright. Ma reggel nézegettem az interneten a különböző ilyen weboldalakat, aztán hát ugye én tagja vagyok egy társaságnak, magyarok, akik hát felszereljen amatőrök, természetesen amatőr szakácsok, háziasszonyok, férfiak, nők, ugye, akik szeretnek főzni. Ennyi az egész. Na most a weboldalt, ugye, nem akarnám kiadni, ugye, pofátlan vagyok. De nem akarom a trollok utolérjenek ott is. Vannak olyan trollok, akik követnek. Amerre én megyek a neten, ők jönnek utánam, és ott is pofáznak. Ugye, ott még nincsenek letiltva. Aztán próbálkoznak. Na, a lényeg, hogy magyarné Nyírő Katalin. Ugye ez nyilvános, ugye ez bemondható, ez a név. Ugyanis ahol ezt a receptjét bemutatja, az egy nyilvános oldal. És az ő receptje alapján és a útmutatásai alapján megpróbálom én is elkészíteni. Ezt a véleményem szerint így amiket összeállított és ahogy ott le van írva, én vizuálisan, mit tudom én, hogy meg nem vizuálisan, ilyen majdnem, hogy érzem annak az ételnek a ízét. Én szerintem ez egy jó kaja. Nos, mi kell hozzá? Egy közepes fej vörös hagyma. Ugye, amit most itt azonnal ügyetlenkedve, az igaz, de földarabok. Ide teszünk egy ennyi olívaolaj. Már is ráhúzhatom a hagymát. Apróra összevágom. Most ezt kivételesen ugye nem reszelem, hanem vágom. Ugye három. Kesztyűbe ez. Nem akarom elvágni a ujját. Tudjátok, mindig a cigány elment az orvoshoz, aztán a doktor úr azt mondja, segítsen rajta, mert azt mondja, elég, ha csak rátisztentek az asszonyra, és már terhes lesz, és már nem akarunk több gyereket. Már van 12. Hát, ugye azt tanácsolja neki a doki, hát
hogy viseljen egy egészségügyi gumit. Ez most erről jutott eszembe, erről a kesztyűről. Hát aztán eltörik megint egy csomó időszt. Megint terhes a felesége. Aztán panaszkodik a doktornak. A doktor, azt mondja, ez hogy lehet? Azt mondja, hogy hordom, viselem az egészségügyi gumit, és hát mégis terhes lett az asszony. Hát azt mondja, nem tudom, de ez az vagy valaki mástól lesz akkor a gyerek. Hát azt mondja, és azt mondja, ezzel a gumi használata, hogy? Hát azt mondja, állandóan rajtam van. Csak egy kis lukat hagytam a hegyén, hogy hát hogy pisálni is tudjak. Jó, olyan úgy ugye le daraboljuk a... Azt mondta Borbás Marcsi, hogy Pasternák. Petrezselyem gyökérnek hívom. Ezt, hogy fehérrépának. Oké, na most itt van ez az ellerszára. Múltkor már próbáltam mutatni, de akkor már ugye megcsináltam. Tehát mit csinálsz vele? Itt belenyílsz így egy kicsit ilyen sarégen, és nézed ezt a szálakat. Gyönyörűen, hogy ezeket a ereket innen ki lehet húzni belőle. Próbáld ki a különbséget, amiből nem húzod ki, és amiből kihúztad, hogy mennyire igaz. Aztán most, hogy honnan húzod hova, hát ez így nem lesz jó. Na mindegy, felit levette, tehát egyik feléről jó, csak úgy látom ezt csinálni. Ja. Túl nagyot vágtam. Hát tudod, azért kijön. Túl nagyot, túl mélyre csaptam aztán. Látszik. Ja. Így ennyire elég, nézd, és a szélei pirulgatni. Jó, ott van, látjad, ott. Ebben a felbontásban ugye jobban látszik minden. Rátesszük ezeket a zöldségeket, amelyeket ugye felkarikáztam eddig. Kicsit emelünk a hőfokon, és díszteljük. Igen, és most már van időnk, ugye direkt nem pirítottam meg, nem díszeltem meg. A hagymával szoktam egyébként, mikor ilyen pörkölteket, egyebeket csinálok, akkor megszoktam előre ugye a paprikát is pörkölni, illetve dísztelni, sütni. Most ezt nem teszem, hanem annyit csinálok, hogy felkockázom, ugye így. Elnézést kérek a bénáskodási gyerekek. Jaj, álmos vagyok. Igen, rohadt ilyen hurikánok közelednek felénk, gyerekek, az ember depisvesztőn. Most így be van borulva, nyomásos időszakok. Tehát két hurikán készülődik, most már jönnek fölfele, aminek mi nem örülünk egyáltalán. Na, és akkor még ezt ráhúztam, egyelőre oké, minden. Sor helyett delikátot fogok használni. A delikát itteni megfelelőjét. És ugye ezzel fogom tovább dísztelni. Most már alacsonyabb hőfokra, ugye ezt télesztéről beszélünk, nem akarom letapadjon. Nem érdekes egyébként, ha le is tapad egy kicsit, mert utána az visszajön. Összevágok egy darab ilyen sápadtarcú paradicsomocskát, mert több nem kell, csak ennyi. Majdnem kihagytam.
Igen. Profi szakácsok, akik néztek, ott röhögtök magatokba. Ti már ezt 3 perc alatt elintéztétek volna az összes vágást, hát le a kalappal előttetek. Na, próbálkoztam én is. Feladtam ezt a gyors, nem tudom. Nem, valahogy nem válik be nekem. Nem, az engedett egy kevés levet. Most már rátehetjük, ez pár percről volt, van csak szó. Ráteszük ezt a kis paradicsomot. Bors. Kevés, mindenből egy keveset. Éppen, hogy bors. Darált. Fűszerkömény. Hopp, ez majdnem sok lett. Igen. Egy csipetnyi. Majoranna. Egy tejáskanál, tényleg csak egy tejáskanálnyi piros paprika. Ide készítettem egy olyan jó liter vizet, elkeverem. Felöntjük. Oké. Okay. És hát tulajdonképpen majdnem, hogy készre főzzük. Majdnem, nem egészen készre. Ja, miután felöntöttük a levest, a leves végül is, igen, összevágunk, hát így nagyjából 2 egész krumplit. Oké, és akkor ezzel még várunk. Ezt majd, mikor már majdnem, hogy minden meg van puhulva, majd akkor tesszük rá, bele, a káposzta után. Na, ezek kimaradtak nekem, ezt majd elrakom minden, ez nem ide jön. Nem ehhez azért majd, de elpakolom. Jó, és akkor most tényleg szünet jön. Nos, miután jó félig megfőttek az zöldségek, ráteszik az édes káposztát is. Úgy, és miután az édes káposzta is ugye jó 3/4 megfőtt, akkor fogjuk csak rátenni a krumplit. Én nagyon puhára szeretnék mindent főzni. Meatloafunk kezd jó lenni, lassan. Na most, mit csinálsz? Mit csinálsz? Paradicsomszósz. Vagy higított, sűrített paradicsom. Furcsa, ugye? Csináld meg. Így, ahogy én, aztán majd írd meg, hogy ízlett. Mind, ahogy szoktátok is, sokan megírják. Ja. Ez ilyen egyszerű. Egy ilyen kis dobozkával át ez. Úgy, és mehet vissza a sütőbe. Igen, leszűrtük a krumplit. Szépen, most már ezt is beletesszük. És főzzük tovább fedő alatt lassan. Most így alapjában véve ez egy rendkívül jó vegán étel, vígen, ugye? Ugye itt nincs semmiféle állati eredetű termék. Úgyhogy most, aki úgy gondolja, hogy fogyókúrázni, vagy mit tudom, ilyen szándékai vannak, az itt mondja azt, hogy kész a levesem. Oké? Okay? Szóval innentől ami majd történni fog, az már nem a vegánoknak szól, de mondom, aki vegan
Tessék, itt van. Ugye? Kész. Mitől lesz ez más és nem vegán? Hát attól, hogy... Na most, ha lenne a szuszukám, ezeket a részeket mindig ő szokta megkapni. Így. Német virslé. Ilyen szépen. Kicsit ilyen nem túl vékonyra, ugye, megpróbálom ledarabolni. Oké, tehát így ebbe a formába. Hát majd, most ezeket a végeket majd én megeszem. Kutya ügyben kérdeztetek. Lesz-e másik kutya? Igen, lesz. Bár még mindig ugye nehezen viselem a dolgokat, de már nem is akarok erről beszélni, mert elmegy a maradék kedvem is mindentől. Nem tudom, ugye nem tudok napirendre térni még mindig. Jó, ezt nem tesszük bele. Fordulunk lassan, gyerekek, óvatosan. És ezeket a virsliket én még ide belerakom. És ezzel teljesítettem, illetve elkészítettem azt a receptet, amit az a kedves hölgy ugye felrakott arra bizonyos oldalra, ahol én tag vagyok, mint amatőr szakács. Műkedvelő! Jó, egy 10 perc, és kész, úgyhogy lezárjuk, letakarjuk, kicsit vissza, 10 percig megy, és kész van a kaja. Alright. Hoppá, utóirat, elnézést, pedig ide is készítettem. Hát egy ennyi. Petrezselyem zöldjét még beleteszünk. Tegyek még egy kicsit. Teszek. Jó. Mit szóltak hozzá? Ja, és akkor most takarjuk, és akkor kész. Pár perc, lekapcsolom, és a virsli az ugye főtt. Kicsit kienged egy kis ízt, és akkor ennyi. Úgyhogy, hát köszönöm ennek a kedves hölgynek a receptet, majd megkóstoljuk, jó? Most folytatódnak a kalandjaink, kérem. Fél pohár vizecske, 3/4 pohár tejecske, közben Évike is megjött. És ezt frissen akartam. Ezt most. És egy ilyen jó evőkanálnyi vajacska. Úra, ez kemény, a beton. Na, ezt akkor darabolnom kell, mert így hamarabb felolvad majd. Yeah. Nagyon gyorsan lesz kész. Jó, és akkor ezt a chicken flavor tésztás öntetet, ugye ezt azonnal belekeverjük. Ez chicken flavor fettuccini, stb. Persze ebben már van egy kis brokkoli, mert adok az a sok fekete, zöld, pitty-pötty, hát így feketének látszik, de szóval az a brokkoli, ezt kicsit erősítünk. Na most ugye ez 8 percig kell, tehát a reduced, közepes hőfokon, fedő nélkül,
gyakorlatilag meg kell főzni a tésztát, ez a lényeg, ilyen nagyon egyszerű, és majd 2 percig kell hagyni állni, és tehát gyakorlatilag azt mondja, hogy 10 perc alatt van kész. Itt van nekem fagyasztott brokklim, és ezzel azt fogjuk csinálni, hogy rá daraborom a vajat. Vajacskát, és betesszük a mikróba, pár percre ráolvasszuk. Igen, megkezdjük. Ez már egy kóstolás volt, kérem, a darabolást. Hát ilyen újnyi szeleteket fogok most egyelőre. Vágni. Ennyit most. Oké. Okay. Igen. Mindjárt kész vagyunk. Csak lefettem. Mert elég sok vizet elvesztett. Na most ugye leszeltem a mitlapot, és egy kicsit átforralom. Mind a két oldalát egy kicsit megkapatjuk. Egy nagyon-nagyon picit megpirítottam. Gyönyörűséges, szép ételt. A szószával fekenem a tetejét egy kicsit. Jó, ezt már ráteszem, ezt a keveset. Ugye ez az a paradicsom, ami ugye rá volt téve a tetejére. Kérem, a mai vacsoránk ugye előállt, illetve hát még a leves is ott van. Uh-huh. Tálalva asztalhoz megyünk. Kérem, a mai vacsoránk ugye előállt, illetve hát még a leves is ott van. Uh-huh. Tálalva asztalhoz megyünk.